Mi is volt a nagy honvéd? Milyen körülmények között kik és hogyan hozták létre, és miként lett a csapat az enyészeté? Rózsaligeti László könyve még a magyar futball legelkötelezettebb rajongóinak is mondhat újat, és a könyvből az is kiderül, hogy a közönséget a honvéd kapcsán hány fontos kérdésben és miért tájékoztatták félre. Valószínűleg egyébként tényleg kifejezetten az értő közönség számára izgalmas ez a nagy honvéd, az elfogott piros ulti című képekkel, interjúkkal teli kiadvány, amelyhez CD melléklet is jár a Honvéd történetének és az 50-es évek futballkoncepciójának leírásával, mérkőzések adataival, sosem látott fotókkal. A szerzőt a könyv születéséről kérdeztem. Engem az érdekel, hogy ott csinálták. Ideg ezzel senki nem foglalkozott. Sem publicisztikai szinten, könyv szinten pedig pláne. Ami megjelent, az időnként HM megbízásból volt, hogy mit tudom, 50 éves a Honvéd, de ez mondjuk nem a labdarúgó csapatra vonatkozott, hanem az egész Egyesületre. De azokban is észrevettem, hogy valami nem stimmel. De mi? Mint ahogyan próbáltam ki mutatni vagy utalni rá, hát a honvéd és a válogatott között szinte nem volt különbség. Tehát az a későbbi megközelítés, hogy a szövetség kapitán két egyesületre építette az arancsapatot, az így nem egészen igaz, és végképp nem igaz az, hogy bárki válogatott játékost irányított volna a honvédon kívül bárhova. Tehát tetten érhető a szándék, hogyha az 50-es évek elejének átigazolási politikáját nézzük, hogy a válogatott összes játékosa, aki mozgott ebben az időben, az mind a honvédhoz lett igazolva. Persze lehet, hogy az árt nekem, hogy én futballoztam, vagy hogy edzősködtem, vagy hogy sportvezető voltam. Tehát egy csapat esetében az is fontos, hogy hogyan csinálják meg. Már pedig a honvéd megcsinálására vonatkozólag teljes az ismerethiány, vagy a megtévesztés, a határozottan félrevezetés. Uh -huh. Tehát úgy látom, hogy az arancsapattal kapcsolatban csak valami olyan információk jönnek, ilyen legendáriumokat gyártanak. Az interjúkban milyen olyan új információk vannak, amelyek a sportszerető közönség számára érdekesek lehetnek? Hát, ha valaki kíváncsi, hogy az arancsapat miért verte végig a világot, hogy ezt technikailag annak idején hogyan vitelezték ki, ez van a könyvben. Akit edzői szemmel érdekel, hogy hogy csinálták, annak mond elsősorban valamit. Amellett persze van a benne sztorik, mert időnként mondtak ilyeneket, de én nem erre vadásztam, mert mm -hmm. a sztorival tele van szerintem a padlás. Jó, akkor nézzük ahogy csinálták témát. Mi volt az érdekesebben, hogy pszichésen hogyan tartották össze őket, vagy technikailag hogyan fejlesztették az ő futballtudásukat? Amit kérdezett, az mind, mert újabban egyre többször látom, hogy foglalkoznak taktikai kérdésekkel, amatőrök. Tehát olyanok, akik nem aktíve játszottak, hanem most ennek van egy tábora, hogy honlapokon üzengetnek egymásnak, hogy akkor tolódásos védekezés, meg felfutó hátvéd, meg ilyenek. Annak idején nem a taktikához válogatták a honvédba az arancs csapatban, mindegy, ugyanaz az embereket, hanem az ország legjobb játékosait összeszedték. Persze ennek is vannak finomságai, de ez a lényeg. Amikor rendelkezésre állt a legjobb személyállomány a vezetésnek, akkor pedig elkezdték őket összeszoktatni. Aztán valaki bírta, valaki nem bírta. Ami más szempontból rendkívül érdekes volt, hogy szinte hibátlan személyi döntéseket hoztak. Tehát nem befolyásolta, mit tudom, PR marketing szempont soha a játékos mozgásokat. Például a Rózsavölgyi esete. A Rózsavölgyi 1950 tavaszán az utolsó bajnoki fordulóban kapott lehetőséget arra, hogy a Honvéd első csapatába játszon. Őt Szegedről hozták. Most lement a postás Honvéd mérkőzés, 4 1 győzött a Honvéd, ezzel megnyerte a bajnokságot, a négy honvéd gó közül kettőt rugott a Rózsavölgyi, az újságban gyönyörű kritika jelent meg, a szövetség kapitány is látta a meccset, nyilatkozott, válogatott szempontból is érdekesnek találta a játékát, soha többet nem játszott a honvédba, egy lendülettel küldték a szegedi sportszakaszhoz. És azt kell mondanom, a döntés jó volt. Tudnék, annak ellenére, hogy kitűnő játékos volt és egy hatalmas ígéret, nem passzolt a kocsis puskás összekötő játékosokhoz, mert olyan befejező csatár volt, aki nem tudott belekapcsolódni igazán az összjátékba. Muszáj megmagyarázni a cím alatti alcímet, az elfogott piros ulti, hogy ez mit takar. Ez valamelyest utal arra a jelenségre, hogy 1957-ben a honvédot hogyan fejlesztették vissza. Tehát az, hogy a honvéd piros volt, hogy ő volt az ulti, és hogyha elfogott. Hát igen, tehát hogy hogyan léptették vissza az első helyről a csapatot, hogyan építették le végül is, és a Nimbuszát is, ami miatt egyetemben meg kellett csinálni ezt a könyvet. Végül is az történt, hogy 1956. november elején a budapesti Honvéd egy Európa Kupa meccsre kiutazott nyugatra. És erről az útról nem akartak gyorsan visszatérni, mert egy dél-amerikai ajánlatot kaptak, ami ajánlat akkor is általában egy volt egy labdarúgó életében. Mindenképpen ki akartak menni itt, dúltak a harcok, jött a szovjet intervenció. Na most a új vezetés pedig kötötte az ebet a karóhoz, hogy a hóminak vissza kell jönni. Aminek egyébként szakmailag hát nem volt magyarázat, hát minek jöjjenek vissza futballozni, amikor lőnek a tankok, kint pedig várja őket Dél-Amerika. Tehát ezt nem lehetett megmagyarázni, de közben világos, hogy szerte Nyugat-Európában, Dél-Amerikában, és egyébként Afrikában is, mert Afrikában is játszottak, mindenütt a honvédot úgy fogadták, mint az 56-os forradalomnak a képviselőjét. Ezért minden áron haza akarták őket hozni, és nem jöttek haza. Ennek megfelelően jártak el velük szemben. A nagy honvéd Ligeti László könyvét az Alma Mater Zalabété jelentette meg. Köszönöm figyelmüket, Olá Andrát hallották.